szakirodalom ugye azt emeli ki a 90-es évekből, hogy annyira egymásra torlódtak generációk, stílusok, életérzések, politikai nézetek. Ez a korszak ez nagyon-nagyon sokszínű, tehát sokkal inkább diverzifikált, vagy hogy mondjam, sokkal inkább diffúz, mint akár a 70-es, akár a 80-as évek. Egyszerűen azért, mert a rendszerváltás az olyan hatással volt a művészeti szcénára is, hogy gyakorlatilag összetorlódtak a stílusok. Az egész tulajdonképpen az individualizmusról, illetve az művész individuumról szól. Gyakorlatilag 2000 négyzetméteren közel 300 műalkotás, 30 magángyűjteményből lett összesűrítve. Viszont igyekeztünk úgy elrendezni a műveket, hogy azért egymással az egy térbe kerülő alkotások azok valamilyen párbeszédbe lépjenek, illetve legyen bennük vagy egy vizuális közösség, vagy egy vizuális ritmus, vagy rím, vagy pedig a koncepciójuk, tehát a mögöttük lévő tartalom vagy teória kapcsolja őket össze. Akár egy természettudományos téma, ami eddig nem volt jelen, maximum a rajzművészetben, vagy a természettudományos könyvekben, az hirtelen felnagyítódik, és egy társadalombírálatot mond a szemünkbe, vagyis az, hogy az állatok nagyon kevesen vannak, mi meg egyre többen. Tehát, hogy ilyen nagyon érdekes felkiáltásokat látunk. Az elhasznált rózsának a világító gyümölcsei miatt állunk itt, meg a Sugár Jánosnak a tulajdonképpen szobornak is nevezhetjük, de tulajdonképpen ready-made, mert a bombonos dobozokban lévő műanyagbetét, amiben a csokik vannak, az lett bronzból kiöntve. Ez a sugár művészetében egy nagyon-nagyon fontos elem, hogy ezeket az ilyen esetleges, tulajdonképpen, hogyha jól meggondoljuk, akkor ezt kidobnánk a szemétbe, tehát hogy ezeket de egyébként valaki által kitalált és megformált dolgokat, ezt így megőrizze az örökké valóságnak. Én például gyűjtögettem neki ezeket. A másik személyes bekötöttség az pedig a Róza, akinek ezek a művei szerepeltek a Velencei Biennálén. Ezek annyira költői, és abban az időszakban is már annyira újszerű művek voltak, hogy én ezekben tulajdonképpen szerelmes vagyok, főleg abban a körtébe. És fantasztikus volt látni, hogy ő hogyan hozza létre ezeket a tárgyakat. Egyrészt ezeket a romlékony és két nap alatt megrohadó gyümölcsökből, hogy csinál egy ilyen hogy is mondjam, az isteni fényt magába záró örökérvényű műalkotást. Ez a somlói éké, a somlói Spengler csapaté. 90-es években kezdtük a felnőtt életünket, meg a közös életünket, meg a pályánkat is, mint fiatalok a rendszerváltás után. És nagyon érdekes volt a számunkra azt megnézni, hogy azok a művészek, akik szintén akkor kezdték az életüket, tehát a mi generációnkhoz tartoznak, ők mit alkotnak. Úgyhogy nekem mindenképpen egy nagy élmény volt, vagy amit eddig láttunk, vagy egy csomó olyan érdekes felfedezés, hogy milyen jó művek is ezek, vagy milyen jó, hogy akkor ezt megvettük, meg hozzájutottunk. Akármennyire igyekszik az ember széles spektrumot átfogni, és más korosztályok iránt is érdeklődni, a művészeti újságírásnak is van azért generációs jellege, mert mégis azokat ismered jobban, amit mondtam már a Sugárról, hogy azokkal bulisztál együtt. Tehát a személyes bekötöttség az pont egy ilyen magángyűjteményi kiállításon bizonyos esetekben biztos, hogy azért erősebb. De hogyha belegondolsz abba, hogy mondjuk az egyik legnagyobb magángyűjtemény, a Padosnak az Irokész gyűjteménye, az gyakorlatilag úgy indult, hogy a saját szombathelyi barátaitól kezdett el gyűjteni, akkor mondjuk látszik, hogy a nagyon nagy kortárs gyűjteményekben azért kell, hogy legyen valami kis személyes indítatás. Ha mondjuk Tóth Árpádot nézzük, aki egy fiatalabb generáció, ő például ezeket a képeket gyűjti, pop art, kicsit merészebb témák, az idősebb gyűjtők pedig a saját magukhoz közelebb álló, mondjuk új szenzibilitás generációt, vagy
a geometriát gyűjtik, Maurer Dórát és Fehér Lászlót, és a legfiatalabbak fordulnak már inkább a technorealizmus felé, vagy a popártos megnyilvánulások felé. Különböző stratégiák vannak. Én engem azért érdekel különösen a 90-es évek és a 2000-es évek eleje, mert én akkor kerültem bele ebbe a képzőművészeti szakmába, a műkereskedelembe, és én egy nagyon erős időszaknak érzem ezt az ezredforduló táján. Nagyon izgalmas művek születtek akkor, és tőlem leginkább ebből az időszakból való művek kerültek ide, tehát ilyen 98, 99 és 2000, mert az évtized végének festészetét érzem kimagaslóan érdekesnek. Csináltunk három nagy kategóriát, az egyik a médiumtudatos műalkotások voltak, amelyek mindig visszakérdeznek, illetve reflektálnak saját médiumukra, legyen az fotó, festészet, vagy bármilyen más médium. Aztán csináltunk egy ilyen tematikát, azok az új tematikák, amelyek nem kaphattak teret a szocializmusban, ez főként a teljesen új művészi hozzáállás, ahol nagyon sokat foglalkoznak a művészek a testtel. Itt azért főként női művészek kaptak helyet, de van egy-két férfi is. Illetve nyilvánvalóan a politikai téma, ami ugye 40 évig gyakorlatilag tiltva volt, meg mindenfajta olyan társadalmi reflexió, ami bizonyos szempontból ugye kritikailag szemléli az országot, vagy ezt a korszakot. Közös? Én szerintem a szenvedélyesség az, hogy mennyire a saját belátása szerint gyűjt általában, viszont nagyon sok olyan gyűjtemény van, ami ugye a 90-es években volt még egy kis tapogatózás, hogy a gyűjtés miről is szól, ami azért a mai napig tart, hogy inkább értéket képez egy gyűjtemény, vagy inkább a személyiséget tükrözi. És itt mind a kettőből látunk nagyon jó példákat.